Jobb, hogyha egy almában rabsz és egy kukacot találsz, mintha egy fél kukacot találnál. Végre vége ennek a rohadt iskolának. 4 kiszerzős tanulás után most már élni akarok. Én nem megyek egyetemre. Én sem. De nem értünk mi semmihez. És kinek kéne 2 érettségizett fazon munkája? Itt egy kis házi bál lesz. Jó lesz? Persze. Szóval? Nyugi, Zotyó, igyeld inkább. Ezt a jó kis pár, ezt az érettségi megünneplésére vettem. Olyan rég nem hívott senki Zotyónak. Még általánosban kaptad ezt a nevet Petitől. Emlékszel? Persze, arra faszra kéne emlékezni. Nem tudom, én bírtam. De most inkább nem mondok semmit. Mert? Semmi. És 7. nyári tábor? Ott nagyon durva volt. Szerinted megvan ez a kis viskó? Nem tudom, de emlékszem még arra, ki mondta, hogy legyen kis ház? Te. Azért, amilyen kunyóbulikat rendeztem, azért azok se voltak kuték. Megérte, az igaz. Én vettelek rá, hogy megvegyük az első cigünket. Háj, kurva szar munkás, bazd meg. Hát igen, jó, hogy nosztalgiáz, de elgondolom, sok nagy fasságot csináltuk mi már együtt. Ja, de gimi se volt semmi. Hát nem. Amikor egyszer bevaszoljattél be. Jézusom, az volt a halál. Miért kaptam mind a ketten igazgatót? Állítólag éltem neked a piát, de nem tudom, miért kaptam mind a ketten. Tényleg, nem is emlékszem, hogy mondtad volna. Van még pia? Nincs. Hallod, a Magdi még mindig mérges a múltkor ilyen? Á? Már rég elfelejtettem. Tudod, sokat megértünk már együtt. Képzeld, elköltöztem otthonról. Hova és miért? Ez hosszú, de azért elmondom. Meghalt az egyik rokonom, és nem hagyott egy lakást, de a törzsük nem akarták odaadni. Kicsit bepörögtem, úgyhogy elvittem a kulcsot. Oda költözhetek hozzá? Mi? Miért nem? Elegem van a kötöttségekből, önálló akarok lenni. Új élet. Kicsit sokat ittál, bazd meg. Már nem. Jó, figyelj, jó, mindegy, nekem csak kicsit szűkösen vagyunk már Magdival. Ő is veled lakik? Ja. Akkor én beköltöztem, ő is oda költözött. És mikor volt ez, hogy én nem tudok róla? Tegnap volt ez, hívtalak is, de nem volt ott senki. Nagy kár. Na, akkor oda költözhetek? De dolgozott kell, mint nekem. De hol? Nem tudom, veszek egy expresszt. Keljél föl! Vegyük nyakunkba a várost. Vegyük! Nem bírsz ki még egy éjszakát, mi? Mellé sem? Feled sem. Elemezd a múltat, hogy megismerd a jövőt. Mm-hmm.
látom, látom, ez az a ház. Kevés a luxus, szorul a kényelem. De legalább van. Ja, azt látom. A lakbért majd mondjuk közösen fizessük, jó? Jó, tökéletes. De ehhez munkát kéne keresni. Hát leginkább azt. Mindenesetre megnézz, hogy van itthon valami kaja, jó? Jó, nyugodt lélekkel, de leginkább kávét keres, ha megkérhetlek. Hát igen, azt kéne, mert jól bebasztunk tegnap. Szó. A valóság az, hogy kurva. Jók egy kis kenyeret. Mondok én neked valamit. Most így reggel, kicsit másnaposan és elmondáltam. Az jutott eszembe, nagyon rövid leszek, szóval nézzük a tényeket. Ez a nagy büdös világhoz kell egy dolog, kulcs. A mai világban mi a kulcs? A pénz. De mondom neked még jobban. Nem én, hogy tízszer fontosan. És amiből ezt az egész dolgot el kell indítani, az pedig az, hogy a közös barátságunknál nincsen fontosabb. Figyelsz? Figyelek, persze. Hát, figyelj. Pakolhat neked az ember. Itt egy kis vaj, és gyomorántól gondolkodni. Magányos szőke cicák várják fiatal fiú jelentkezését. Mondd a számot. Hát, csak az a baj, hogy ezzel nem fogunk egyről a kettőre jutni soha. A bűnös élet. Most a faszit ismerem. Melyiket? Akit segédmunkásokat keres, nézd meg. Tedd nem. Mit akar? Ki? Segédmunkásokat, a Feri. Milyen Feri? A Béla apja. Ki az a Béla? Kocsics Béla, nem ismered? Fogalmam. Tizedikben volt az osztálytársunk. Tizedikben? Ja, ott ült elő és tréberkedett, hülye pedágép. Hát, szerintem nem volt annyira fasz, mint ahogy azt te mondod. Na jó, mindegy, mit akar? Azt, hogy nézd meg, segédmunkásokat keresünk, egész nap lehet az Almási út 100-as címen. Én elmegyek. Lesz, ami lesz. Remek ott le. Észrevem neked az újságot, kicsit tanulmányozzad, szerintem. Aztán majd, nem tudom, csinálj vele valamit. Jó, meglátjuk. Annyira nagyon ne lepődjél meg, hogyha esetleg a Magdi majd így beállít. Jó? Egy számosságban meglepetem? Hát az esetleg igen. Oké. Okay. Na, akkor én olyan este fele visszajövök, jó? Jó, sikert, szevasz! Hello! Munka. Utálom. Fizikai munka. Rühellem. Sok pénz. Szeretem. Találd ki, mit szeretsz a legjobban csinálni, és keres valakit, aki fizet érte. Vége a semmittevésnek. Pénz kell nekem. Nem szeretem a munkát, de szeretem a pénzt és a kényelmet. De ez a kettő csak munkával születik meg. Adjanak minden Zolina kurva sok kibaszott pénzt! Ha egy szabad társadalom nem tud segíteni a sok szegényen, nem tudja megvédeni a kevés gazdagot sem. Össze kell szednem magam és megvalósítani a terveimet. Gazdag leszek! Kelj fel az ágyból, ha csak nem ott keresed a pénzt. Boldog leszek! Kelj fel az ágyból, ha csak nem ott keresed a pénzt! És kényelmes életet fogok élni. Kelj fel az ágyból, bazd meg, ha csak nem ott keresed a pénzt! Dolgozni fogok! Hello! Szép jó napot! Mi van? Mi lenne? Találtál magadnak munkát? Dehogy talált. És kerestél? Nem kerestem. Akkor mi a fasz csináltál egész nap? Gondolkodtam. Gondolkodtál? Hát az prima! Ebből kurva jól meg tudunk élni! A rezsit is primán ki tudjuk belőle fizetni, ugye? Jaj, Tamás! Végül is arra jutottam, hogy én... Engedd meg, hogy végigmondjam. Arra jutottam, hogy én ennél sokkal, de sokkal többre vagyok hivatott. Ó, és mire? Elsősorban azon morfondíroztam, hogy... Szóval esetleg nem lenne azon az építkezésen még egyetlen egy darab hely. De hisz te utálod a fizikai munkát? Most nem szórakozzál már. Ez most nem érdekes. Valahogy el kell kezdeni. Jó, jó. Nem tudom, fölhívom Ferit maximum.
de nem garantálhatok semmit. Azt mondta, hogy ma megy románokért, holnap megy jugoszlávok. Jó, most hagyjuk a körítést, hív fel, légy szíves. Jó. Halló, Feri, Tamás, akit ma vettél föl. Azt akarom kérdezni, hogy lenne egy barátom számára hely még az építkezésen. Nagyon jó munkaerő. Kérlek, hívd vissza a számomon. Köszi. Rögzítő, bassz meg. Hát ez remek. Na jó. Nem mentem figyelni. Oké. A kurva életbe! A faszom az ilyenkor. Hello? Hello, Feri! Na, mondjad, mi van? Lehallgattad a rögzítődet? Aha. Igen, igen, jó barátom. Mm. Jó, oké, akkor holnap. Oké, visszhal. Nem szeretem, amikor ilyen ingerült vagy. Mi van? Amikor hazajöttünk, rögtön nekiestél a Zolinak. Figyelj, csak megkérdeztem tőled, keresette magának munkát, ez olyan nagy baj. Most is olyan ingerült vagy. Jó, hagyjuk ezt. Fáradt vagyok, egész nap dolgoztam. Nem hiányzik ez nekem. Nem jó. Keresett a Kocsics úr. Ki? Miért? Tudod, a munkaügyben. Azt mondta, hogy megnézi, hogy mi van, milyen vagy, majd holnap. Reggel gyere velem, és akkor eldönti. De szerintem fölvesz szóval. Remek, köszönöm. Ugyan már, ugyan igaz barát vagy. Barátért mindent. Köszönöm. Ígyunk szerintem. Na. A szép alkalom. Okay. Hogy nézett ki? Nagyon szarul? Kicsit megfésült. Kicsit fáradnak. Jaj, gyere, készítsél valami reggelit, légy szíves. Jaj. Keltem Zolit. Jó. Jó. Ébresztő, balfasz! Ja, már föl vagy? Húra fáradt vagyok. Bertram, figyelj, mesélj már nekem erről a munkáról egy-két dolgot. Mit meséljek? Például, meséljek. Markoló van-e? Hát biztos van, honnan tudjam. Dömper. Hát tudom én. Mi a feladat? Hát mindig más. Na jó, de te például mit csináltál első? Hát mit, miért feladatod? Nem tudom, bazd meg, nem tudom, korán reggel van, fáradt vagyok, ne kérdezz már annyi. Ott dolgozol egy napja, és nem tudod, hogy milyen feladatod. Fél mindig más, én múltkor így pakolgattam mindenféle szart. De mi van a munkakönyvi leírásodban? Azt sem tudom, mi az? Hagyd. Na jó, jó, reggelizünk majd. Igen, fiam, majd kiderül, nem vagy itt idegeskedni. Hagyj egy kicsit. Te magdélsz kávé ebben a szarban? Nem tetszik, hozzá valamit a boltból. Arra nincs pénzem. Na, menjünk már. Jó. Ebből nem élünk a sol. Ez sem volt valami. Magható. Na. Nem a szarban. Nőd el egy fa kezű. Nem tetszik el lehetne. Hello. Ciao. Maki nem jön vele? Nem, otthon maradt, gyerek. Hogy vagy? Munka nélküli? Kirúgták az előző munkát, volt egy kis probléma a főnökével. Ó, szegény. Hoppá, villamos! Sziasztok! Jó reggelt! Ez a srác, aki nem beszél. Jó reggelt kívánok! Én Zoltán vagyok, és már nagyon sokat hallottam erről. Szevasz Zoli, Kocsis Ferenc. Hallottam, hogy kéne a munka. Mit tudsz? Mi ezért ez? Bármit elvállalok. Hát a fizetségből először annyit, hogy hát úgy, mint neki. Rendben van? Teljesen rendben van.
Jó. Annyi kérdésem lenne még, hogy ki a brigád vezető? Jó, és be, ott van hátul, valamit ottan kalapál, majd szólok neki, azt hozom. Jó. Na, csapjunk a rovak közé. Szevasz, Józsi bá! Jó napot! Ő az új ember? Ő. Van valami tapasztalatod? Dolgoztál már valahol? Nem, még soha életemben. Na jó, gyere, előbb megmutatom a helyet, aztán kapsz a munkát. Rendben. Na, ennek álljál egy lapádod össze egy kupacba. De rendesen áll. Érted? Utána jöhet a többi. Te, nekem ez a Józsi bácsi kurvára nem szimpatikus. Figyelj, nem szimpátiára megy ez, hanem pénzre. Sok pénzre. Na jó, egyszer én leszek a brigád vezetőit. És akkor? Jó, menjünk dolgozni. Menjünk. Szétszúrod az összes földet, soha nem lesz semmi. Hát de bocsánat, én nem tudok koncentrálni, itt tetszik állni mellettem. Éppen kell, így megfogod. Így tessék. Lendítsd meg a lapátot, ej! Ha ezt megszokod, holnap kapsz egy nagyobb rakást. Ez legalább így, és minél gyorsabban. Vén. Megbalva a kurva rész ez a meló. Hát tudod, az van, hogy az első nap így eléggé basszogatják a jó népet. Tudod, hogy bejelentülj ebbe a szarba. De a második nap már jó lesz. Nagyon remélem. Lényeg az, hogy Józsibát nagyibből kerüld el. Mert nekem büdös a munka, húzom az igátolva. Fél óránként két üveg ser a számban meg a szikatej. Egész nap csak fedelek, és részegen megyek. Éjszaka két nővel alszok, mert én egy jó püspök vagyok. Dolgozzál már, bazd meg! Jó van, mindjárt. De ott olyan Józsi, olyan te. Mert nekem büdös a munka, húzom a cigátolva. Fél óránként két üveg ser a számban meg a szikatej. Egész nap csak fedelek, és részegen megyek. Éjszaka két nővel alszok, mert én egy jó püspök vagyok. Józsikám, jó napot! Megy a munka? Hát pedig én, ez az új ember, aki jött, ez nem vagyok megelégedve vele. Valószínűleg még nem csinált ilyen munkát, és... Én meg pont azt hallottam, hogy inkább magával van a baj. Hát nem, de ő azt a teljesítményt... Nem tudta hozni, mit elvárok. Figyeljön, Józsikám, a fővállalkozó már szólt, hogy nem megy eléggé a munka, úgyhogy itt össze kell, hogy szedje mindenki magát. Jegyezze meg! Jó, hát ez olyan dolog, hogy a teljesítményt hozni kell, és ha minden ember nem áll úgy hozzá a dologhoz, akkor sajnos a ez dolog engem nem érdekel. Megy. Itt mennie kell a munkának, már szóltak érte. Értem. Tényleg. Isten szeret engem. Hello! Hello, hello! Milyen volt a munkafiú? Fuck! Nem tudom, szerintem semmi különösen volt. A brigád vezető egész nap basztatod. Azt hittem megőrül. Figyelj, meg fogod szokni. Na, tudod, mit fogok megszokni? Egy nap majd én leszek a brigád vezető. Minden alkalmazott addig mászik a szamárlétrán, amíg el nem éri azt a pozíciót, amihez nem ért. És akkor majd tudod, mit szoksz. Figyelj, csak nehogy megszívjad, jó? Ebbe a kis nagy ambíciódba. Az a baj, hogy te semmi ügyben nem mersz belevágni. Hát én nem mondanám a tegnap este után. Na jó, én úgy látom, zavarok. Nem, maradjál, legyünk valamit. Na sajnod, hogy ebben leszünk együtt a Magdival. Emlékszem, amikor... Pont aznap, amikor ti összejöttetek, mi akkor mentünk szét. Az Adittel?
Yeah. Ja, egy fél délután ott sírt a vállamon szegényke. Nem tudta, hogy mi történt. Jaj, drágám, Zoli jobban tudja, hiszen ő volt benne ebben a kapcsolatban. Na jó, mindegy. Ahogy egy angol faszi mondta. It's your life. Judith hátul to live it. Egy férfi és egy nő között a szex csodálatos lehet, feltéve, hogy a megfelelő férfi és a megfelelő nő közé kerül az ember. Magdi még alszik? Nem. Elmegy munkát keresni. Na, váratlan fordul. Hát igen. Muszáj is. Jó csaj, mi? Nem rossz. Nem tudom. Olyan súlyt vettem észre, mint hogyha így kivételezni veled, az ilyen hangzik, tudom. De ilyeneket hallok, hogy Zoli így, Zoli úgy. Nem mint hogyha veled lenne bajom. Csak ezt úgy észrevettem. Én ezt nem hiszem. Figyelj, ha úgy érzed, hogy bármi gond van esetleg, hát nem tudom részemről, én nem érzek semmit iránta, szóval beszélt meg vele. Ezt a Magdi főzte? Nem, ezt én főztem. Ugyan nem ez szar. Kösz. Na menjünk! Megint le leszünk cseszve. Ja, de én már kezdek hozzászokni. Sziasztok! Te nem tetsz, hogy egyre kevesebb szerelni? Amikor papoltam le a 17 volt, most meg múltkor már csak 16-ot számoltam. Nem, őszintén szóval nem. Nem csinálom, hogyha valaki lopott volna mondjuk. Mi? Én nem azt tudtam számolni, hogy hány gyúlsz rakok. Nem, hogy mikor lesz régebb munkájában. Hát jó, ez is. A villamos! Érted ezt? Kifáradok, és nem tudok úgy teljesíteni. Pihenj te is. Az a baj, ha nem segítesz, kifáradok. Nem hiába, nem könnyű. Halló! Jó napot! Hello. Sziasztok! Mi volt ma? Szia édes! Semmi, szokásos. Na, elmentem kenyérért. Sziasztok! Okay. Találtam munkát. Valóban? Mit? Egy virágüzletben fogok dolgozni. Remek. Van veled, feszült. Azt vettem észre, hogy amióta Zoli itt van és ti minden nap találkoztok. Olyan, mintha az ő szava lenne a mérvadés, nem is számít. Szerintem túlzol. Nem. Bohából csinálsz elefántot. Nem! Ne kiabálj velem! Nem kiabálok! Nekem tetszik Zoli magabiztossága. Igen? Te olyan tutyi-mutyi vagy. Légy férfi! Az vagyok! Hát ne csak szavakkal! Jó, figyelj, hagyjuk ezt, jó? Nem mondtam semmit. Te kezdted az egész vitát. Jó, ne haragudj! Emberek! Sokak számára talán örömteli, de számomra egy kicsit kellemetlen bejelentésem van. Józsibát kirúgtam az építkezésről. Kiderült, hogy rendszeresen lopott. Ez van. Kiderült, hogy büntetése is volt, úgyhogy mindenkivel személyesen el fogok beszélgetni. Hát addig is mindenkinek jó munkát. Szevasz, Tomikám. Szevasz. Hát nagy szar került a palacsintába. Teljesen elvesztettem az emberekbe beteg bizalmat. Hát nem tudom. Annyit mondhatok, hogy ezt a munkát tartad nekem, én nem foglak téged így megoldani. Látod, ezt becsülöm benned. Mindenki itt alibizgált, meg másra kéne szart, de te nem. Te nem kened másra. Nem tudom, mi lesz most? Hát kirúgtam a brigádvezetőt, úgyhogy kellene egy újabb helyette. Na és nem tudom, kit gondolsz? Hát én benned maximálisan megbízom, úgyhogy te vagy az első számú jelöltem. Meleget hallottam.
akarja, nem mondta? Nem tudom, valami zűr lehet vele, azt gondolom hallottad, hogy a brigádvezetőnket kirúgták, mert lopott. Igen, igen, igen. És elég valószínű, hogy nem egyedül tette. Őszinte leszek, készülj fel rá lelkileg, hogy valószínűleg Tamás is benne volt. Ez nem igaz. Sajnos, de tegnap, amikor hazafelé mentünk, mindenkit átkutattak és Tamásnak találtak. Az eltűnt tárgyak közül többet is volt a dolog. Úristen, akkor mi lesz? Nem tudom, nagy valószínűséggel engem fognak megbízni a brigádvezetői állással, de rátok és főleg Tamásról a tekintettel én ezzel a lehetőséggel nem fogok élni. Nem, nem, ezt nem teheted meg a saját jövőd érdekében is. Mi van? Mi történt? Kirúgtak. Komolyan? Azt hiszik, én voltam a Józsibának a bűntársa. Hát nehogy már! Figyelj! Én voltam ott veled az építkezésen, én tudom, hogy nem te csináltad, és ez a lényeg. Én hiszek neked azt, hogy ők mit mondanak, az ilyenkor részletkérdés. Köszönöm. De miért csináltad ezt? De azt hiszed, én voltam. De ne idegeskedj! Most hülyeskedsz, hogy mi van? Ne idegeskedj, védj példát Zoliról, nézd milyen nyugodt ezekben az időkben. De én nem loptam! Francba. Figyelj! Elmegyek. Ki kell szelőztetnem a fejemet. Hiányzik ez a fasága. Nos? Mi nos? Elfogadod az állást? Persze. Mennyit fogsz keresni? Nagyjából kétszer annyit, mint most. Szegény Tamás, de hát ez csak magának köszönheti. Ha lop, akkor legalább csinálja jól. Hát ebben igazad van. Tetszik ez a magabiztosságod. Tudod, Tamás olyan kis naív. Régebben tetszett, ahogy olyan kisfiús, de most már más kell. Mi kell? Határozottság. Tamás most szerinted messzire ment el? Azt hiszem, ugyanarra gondolunk. Oké. Okay. Édesem, hiba természet. Mindjárt jövök, Titus. Úristen! Ez nem az, amire gondolsz. Álljál már le! Mi van? Gondolj vissza szép emlékekre, ott van például a kisház. A kisház? A kisház. Most veszem észre, mekkora balfasz voltam. Végig én építettem fel az egészet, te meg csak élvezted! Mit magyarázzol? Persze, persze. El is higgyem, tudod mit? Így volt! Nem érdekel? Mi vagy Tamáska, ez a te bajod. Naív. De te elmehetsz a büdös francba! Nyugodjál meg, Tamáska, te már csak ilyen maradsz. Ez a te bajod. De én építész leszek, veszek egy rohadt nagy házat, és boldogan fogok élni a Magdival. Olyat nyújtok neki, amit te soha nem fogsz. Tudod mit? Áldásom rá! Legyél boldog ezzel a kurvával itt! Mi vagy, Tamás, látod? Erre képes vagy ordítani, mutogatni. Menjünk hozzám és húzz én a büdös francba! Kapd be! Komolyan mondom! De én elmondok útra valóul, én tettem bele a cuccokat a táskádba, hogy lebukjál és hogy kirúgjanak. Hát sikerült. Hát sajnálom, de kíváncsi vagyok, mi lesz belőled. Hosszú, keskeny földsáv, amely mentén eljuthatunk onnan, ahol elviselhetetlen, oda, ahová hiába megyünk. Barátom megfúrt, barátnőm megcsaltva és kirúgta. Állást ezután hol kapok? Meg kéne ölnöm magam.
Ezt nem merem. Egy rohadt kukába fogok megdöbleni. Istenem, miért? Mit vétettem én ellened? Hát tettem valami rosszat. Egyedüli bűnöm, hogy hagytam magam átverni. Nincsen nekem már semmi. Barátnőm is meglopott. Egész életem egy hazugság volt. Egy semmi. Mondjad, szevasz! Nem tudom, nem tudom. Bocsi, ne haragudj, van egy kis apró. Nem érek el. Várjál már. Vágyjál már békén! Meg sem is meg! Tamás! Hát bizony én vagyok. Beigazolódott, amit mondtál. Azóta sok minden megváltozott, én is érettebb lettem. Magdi, valami van? Nem tudom, amióta jöttem tőletek, nem találkoztam vele. Tamás, szeretném jóvá tenni, amit tettem. Nem hiszem, hogy jóvá tudod tenni. Én építész lettem, és jól menő vállalkozó vagyok. Van most egy építkezésem, és arra gondoltam esetleg, lenne kedved nálam dolgozni? Mi van? Te meg akarod venni a bocsátkérésedet? Nem, Tamás. Nyugodj meg, kérlek. Ölelj át. Megbocsátom. Megbocsátok. Az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak.